Millás reggeli. Hozzávalók két személyre. Egy adag friss tudnivaló, egy meghitt hely, egy lenyűgöző személyiség, egy csipetnyi kíváncsiság, egy csokornyi jó kérdés, és a háziasszony, Paor Lilla. Az első magyar lemezlovas nevéhez fűződik a magyar DJ korszak hajnala, stílusát, modorát a legendás luxemburgi rádió könnyűzenei műsorainak DJ-jokéja ihlette. Eredetileg a közgázon tanult. Leleményes személyisége és rámenősége által megteremtette azt a lehetőséget, hogy a leendő diszjokék egymást segítve kialakítsák saját hangjukat, személyiségüket, és ez az általa létrehozott Magnós Klubnak volt köszönhető. 1964-ben az Ötvös Klubban működő első magyar diszkóklubban, majd 1965-ben a Fővárosi Művelődési Házban, azaz az FMH-ban dolgozott. Az ő összekötő szövegei hallhatók az Illés Együttes Nehéz az út című lemezén. Ő vezette a Magyar Televízió első könnyű zenei műsorát, a Tapsi Fülest, majd az 1 millió fontos hangjegyet. Később a Könyvklubot, a Hajóbárt, a Sarokházat. Ő alapította meg az Illés Klubot és a Műszaki Egyetem E épületében működő ifjúsági klubot. Legnagyobb élménye a Népstadion lebontása előtti legendás zárókoncert volt az Illés, a Metro és az Omega együttes részvételével. A Lillás reggeli mai vendége a felvétel napján 78. életévét betöltő Keresztes Tibor, azaz Cintula, Emerton Tíjas diszjoké. A négy egyben már adták a kedves nézők, hogy Cintula a vendégem, akinek, hát ha nem is kerek évfordulója van, de megint csak olyan évfordulója, születésnapja, amelyet érdemes megünnepelni. Kezdjük azzal, hogy Isten éltessen, és fogad szeretettel a csatornától ezt a pezsgőt, amit bármikor fölbonthatsz, amikor úgy érzed, hogy innál egy kortyot. Isten éltessen sokáig. Köszönöm szépen. Azt tudom, hogy a tavalyi, a 77-es születésnapodat nagyon megünnepeltétek, hiszen a 7-es szám egyébként is egy ilyen mesebeli szerencseszám, a 77 meg egy nagyon jó szám. Hogy emlékszel vissza az akkori születésnapra? Igen. Az a 70-es év az volt az első, ugye, amikor 70 lettél. És akkor egyszer csak azt mondták, hogy jó, ez az első év, ez egy ilyen kicsit nullás, de a 71 az már jó, mert az biztos, hogy akkor a bulit rendezünk, hogy felbordul az egész világ, és akkor reggel, amikor oda nézel, akkor látod, hogy hány éves vagyok? 17. És aztán 27. Aztán 37. Akkor 47, 57. És a 77. De tudod, hogy ezt én mégis soha nem gondoltam végig. És azt mondták még nekem, na, szép kis alak vagy, 2 hetes vagy. Ez aranyos, ez nagyon jó. Egyébként tényleg nem gondoltam még soha ezt a 37-et. Ugye, milyen jó, jó. Ezzel majd fogok én még dicsekedni, idegen tollakkal ékeskedem. Szóval azt mondod, hogy akkor a 70-es és a 71-es volt az igazán nagy buli. De azért gondolom a 77-es is. 77-es. Most is készülünk a 78-asra, arról majd látnak a nézők egy összefoglalót, úgyhogy arról most nem fogunk beszélni. Minden egy évről, igen. Amikor te elkezdted a pályádat, az a hős korszaka volt a magyar és a nemzetközi popzenének, rockzenének, még nem is tudom, hogy hívták, Beatles időszaknak. Beat zenének. A Beatles meghatározó igen. személyisége miatt lett ez Beat korszak? Igen, Beat ki nevezte el így? Ők nevezték el, a New Musical Expressbe olvastuk el először, hogy Beatlemania, meg Beatles, meg egyebek. Jó volt a Rolling Stones is, semmi bajom nem volt a gördülőkövekkel. Searchers-el se volt, hogy keressük a srácokat, de rengeteg jó zenekar volt. Most, na várjál csak! Az egy olyan csoda volt, hogy így maradt mindenki, mert addig voltak ezek a nagy nevek, a Perry Como, a Harry Belafonte, az Elvis, a Little Richard, nem tudom, mindegyik egy nagy történet volt, na de a többiek, meg a Frank Sinatra, meg ezek, és azok mindig másmilyen zenét játszottak. Volt az amerikai típusú, a nagy fúvósok és csodálatos dallamok és egyebek, és voltak ezek az aranyos angolok, akik nem voltak ám rosszak, csak olyan, na hát mit mondjak, mint én.
hogy kölcsönvettünk egy-két jó ötletet, és abból írtunk egy-két számot, és akkor hát a Cliff Richard, ugye, hát azt mondanom se kell, hát ugye végén egy árnyékkal, a Shadows-zal kezdte, és ugye mai napig is mindig meghallgatom, mert imádom, de még nem volt egy nótája se, aha, ilyen Chuck Berryket, meg mindenféle ilyen rhythm and bluesokat játszottak csak, és eközben meg a zenekar az nagyon jó volt, csak akkor még úgy hívták őket, hogy Drifters, aha, csak később lett a Shadows, és hát aztán abból az a gyönyörű hang, ahogy igen, az megszólal az a gitár, hát az a mai napig emberek, is. Hát az verhetetlen. Ez a házi bulikon az igen, volt annak idején, most a kis 78. születésnapom, ezzel nyitunk, hogy nyílik az ajtó, és megszólal a Shadows, igen, Wonderful Land, ezt már előre elmondom. New Musical Expressből olvastátok. Igen. Na most, hát... nem sok év különbség van köztünk, de egy évtized mondjuk van. Én nem emlékszem, hogy annak idején hogy juthattunk hozzá ehhez az újsághoz, meg egyáltalán ezekhez a számokhoz. Hát először úgy kellett, hogy valahogy egy olyan rádióra szert tenni, amiben a luxemburgi rádió megy. Uh-huh. Mert az volt az első olyan, amely ezt az angol zenét mutatta be. Tehát ott volt a híres Top 20, ugye azt mondom, se kell, az minden szombat este 11 órakor ültem ott, és írtam a számokat, aha, és utána másnap a egyetemen ilyen kiváltságosoknak, akiknek már volt nagy lemezük, és akkor mindig bemutattam az újakat, és aha, pontoztuk őket, hogy mikor megérkezik egy Honeycombs vezető együttes, és senki nem tudta, hogy mi az, de az volt a jó, hogy volt egy srác, aki ott kint dolgozott Angliába, és hát a bankodi zokniból szereztem néhány fontot, és előfizette nekem. Tehát gyakorlatilag nekem nyugodtan megjött, és átadták, és én megvittem be, és mindenkinek mutogattam. Hát tehát te voltál akkor ezen a nagyon persze, nagy fiú. Én voltam ebben, aki bemutatta is, mert ott voltak róluk a fotók is. Hát ott derült ki, hogy a Honeycombsnál egy nő dobol például. Senki nem tudta, addig pedig nagyon jó zenekar volt. Hell I the right. Oh. De honnan volt az indítatásod, hogy ezek felé, a zenék felé úgy forduljál, hogy aztán tulajdonképpen ez egy olyan tudást és alapot adott a szakmádhoz, amiből később megéltél? Az egy mázli volt. Ugye apám az egy kikötőparancsnok volt, amiatt, mert a magyarok jóvátételhajókat küldtek az oroszoknak, és az azt jelentette, hogy az 5 évig az először el fekete tengeri, hogy ez szállna ottan, fölvette az ottani személyzetet, és akkor az apám betanította őket 5 évig, de addig ez mint kereskedelmi, ezért még uh-huh, Hongkongi is elment, mert ahol valamit föl lehetett rárakni árut, uh-huh, akkor azt vitték, és ez alatt megtanulták ezt a dolgot. És valahogy úgy történt az egész, hogy hát itt kitört a forradalom, és akkor hát az apám egyszer csak kap ilyen izét, hogy hát itten óriási balé van, mert hogy szétlőtték az oroszok az egész belvárost, hát gondolt egyet, fogta és fölült egy vonatra, átment Shanghaiba, ott bevásárolt vele mindent, felszállt a Bajkál Expressre, és végigjött Oroszországon keresztül, és november 8-án érkezett meg. Csak azért tudott bejönni, mert hát neki a bumáskája volt, aha, ugye hát orosz papírokkal jött, azt hitték, hogy valami tanácsadó vagy aha, valami, úgyhogy azonnal szereztek nekünk egy teherautót, mi kimentünk érte, és azt a rengeteg bőröndöt elhoztuk, aha, és ebben a rengeteg bőröndben volt egy 8-as filmfelvevő. Na hát akkor még az egy csoda volt, hát igen, mondjuk a Velszi Herszegnek volt, nem meg az apámnak. Na és akkor hát... fölvett a családot, hogy kimegyünk, meg bejövünk, csak egyszer szembe ott beszólt egy srác, akinek volt egy állati jó állása, mert ő volt az Orionban a fejlesztő mérnök, és akkor készült el az első zeneszekrény. Abban minden angol volt, de nagyon klassz volt, mert két sebességes magnetofon, aha, már egy szuprafon, de dinamikus lemezjátszó volt benne, és ez a marha nagy világvevő rádió. És ott beállítottam, és megszólalt. And now, ladies and gentlemen, this is Radio Luxembourg, your station of the stars. W1, és akkor onnan meg mindent megtudtam. Hát meg kellett tanulni angolul, nagy dolog. Az angol, hogyha már itt mondod, hogy meg kellett tanulni angolul, az a családotokban tudott nyelv volt, mondjuk, hogy az annak
okán, hogy az apukád nem, azért a járt a világot. Nem, tanult meg először apám, mert azokkal az úgy kellett beszélni, aztán utána már világos, hogy megtanult angolul. Az angol nyelvet hol sajátítottad el? Én csak itt így a tehát a saját zenével, magad hallgattad, persze. Zene, és akkor mindent. Milyen szintre sikerült vinned? Konyhaszintre. De mindenki megért. Mindenki megértette. Na, ez azért lényeges, mert ugye most különböző paródiákban mennek, hogy énekeltük mi annak idején a számokat. Az igaz. Igen, life is life. Hogy csak veszem, nem melyik levelet kaptam life. És hát jókat mulatunk rajta. Igen. De tulajdonképpen ahhoz azért kellett indítatás, hogy akkor ezeket tényleg úgy tudjad levenni, hogy azért tudjad is, hogy miről szól, hogyan, mert hát aztán később ezeket használtad az összekötő szövegeidbe. Tehát akkor megvolt már az a hatalmas nagy zenelejátszó, vagy zeneszekrény, de az a tiétek lett? Persze. Az elcserélt az apám előre a gépre, mert az diszidálni akart. Tehát a filmfelvevő gépre? Persze. Hát azt elnyitszik magával, hát az egy aranyárba volt ott neki. Hát hogy nem tudja kitolni Bécsig. Igen. Ekkora volt ez a zeneszekrény ott. Tehát tulajdonképpen te készen kaptad a hátteret a szakmádhoz. Igen. Tehát minden megvolt benne. Pontosan. Ami És ami akkor kellett. Jött a legnagyobb meglepetés, hogy a házban pedig volt egy vámos, aki hallotta, hogy nekem ilyen lemezjátszó van, meg őt különben is érdekelte, mert az apám is jó zongorázott, és az meg énekelt, ilyen operába besegített, meg nem tudom én, ott a Vámú zenekarnakban is ott fújt, meg mindent csinált. És akkor rábízták, hogy akkor, amíg megérkeznek ezek a lemezek, amit a diszidensek küldenek, nagy bajban vannak, mert nekik csak még az a 78-as lemezjátszó van, az a Kurblis, és hát az tönkreteszi a mikrobarázlás lemezt. És csak nekünk volt, és akkor ő megkapta az összes lemezt, amit addig küldtek, és én néztem át az egészet, úgyhogy ezért vagyok én 3x3-as. Aha. Azt mondták. Meg egy darabig hallgatta, azt mondta, hogy fű, pláne, amikor meghallotta a Litincsárdot, kiugrott az ágyból, azt mondta, hát ezt nem, ezt nem, ilyet nem csinál. Ha hallok valami ilyet, hogy meg hogy merre van a határ, akkor majd jelentsek. De különben nem kellett. És akkor én mindegyiket meghallgattam. Föl tudtad már akkor venni őket? Mert ott volt a lemezje, vagy a magnetofon. És bizony, hát ez volt a buli, és nekem volt az, mert a többiek, akik aztán hazajöttek ilyen nyugaton, akik éltek kint meg, vagy kimaradtak, vagy visszajöttek, azok azért hoztak lemez, de mindenki csak egy, vagy kettő, vagy hármat. Az egyik a Ricky Nelson-t szerette, a másik a Pat Boone-t, a harmadik a Shadows-t, a negyedik a Fats Domino-t, Elvis Presley, tehát szóval, de és akkor elment ugyan egy ilyen házi bulira, na de mit csinált? Hát ugyanaz ment mindig egyfolytában. Egy darabig jó volt. Én voltam az egyedüli sztár, mert én ebből úgy összevágtam egy anyagot, hogy mindenki csak az én szalagomra volt kíváncsi, úgyhogy nekem gondom nem volt a házi bulival. Na, és innen indult el a házi, az ötlet, hogy kell csinálni egy ilyen klubot. És akkor találtam ezt ki, hogy gyűjtsük össze, mert aztán egy darabig voltak, nekem ez aztán azt mondták, vidd, mondtak egy normális árat, én elmentem lapátolni havat, érted, mert azt azonnal fizetnek, meg lett egy nagyon jó állásom a lóversenyen, pénztáros voltam, mert ott is azonnal fizetnek. És abból a Rózsavölgyibe bevitték a lemezt, én ott leblokkoltam, mondtam, hogy 24 órán belül elviszem. Elmentél havat lapátolni, és már megvettem, amit tudom én, a Ricky Nelsontól a Hello Mary Lou-t, vagy a Bobby Vintontól a Mr. Lollit, és az csak nekem volt meg, és mindenki megőrült érte. És akkor csináltunk egy ilyen magnós klubot, ahol mindenki, aki akart, és volt neki magnója, bejöhetett, csináltunk egy kis sejteket, de hát ezt meg kellett ám írni. Na most pont akkor fejeztem be a gimit, és volt egy elég jó országos versenyen, második lettem az országban történelemből, pedig egy borzasztó izé volt, azt mondja, a 1848-as forradalom Marx emlékirataiban hogy tűnt fel?
ki halt meg, mondom, ezek nem normálisak, aztán aha, gyorsan be a izébe a könyvtárba, tényleg kiderült, hogy ott írogatott róla valamit. Aha. Na hát ettől hát úgy érzettek, persze. Így elájultak, hogy ezt megcsináltam, jó, de hát aha, ez amiatt volt, mert nagyon jó történelem tanárom volt. Komjáti István, aki a Mondák könyvét is újraírta. És ő volt a tanárunk, a történelem tanárunk. Innen számít, hogy mit jelent egy jó tanár. És ezt mondta, hogy ezt írd meg mindenképpen. Mindjárt második lettem, ebből kifolyólag, ja, és meg közben meg kosaraztam is a MAVZ-ba. Egyből átvett a közgáz, úgyhogy nekem nem kellett előfelvételi, meg katonának menni, hanem már mindjárt felvettem, csak annyi, hogy mint mondtam, hogy konyha nyelven beszéltem angolul, és ezért csak belkeres lehettem. Na viszont emiatt a belkeres miatt, meg éppen akkor tanultuk a TS-t, és rájöttem, hogy ha én a TS-t kihúzom és beírom, hogy Magnós klub, akkor az teljesen olyan lesz, mintha megalapítottunk volna egy Magnós klubot. És ezt így, ahogy volt, szépen átbegépeltem, és odaadtam a drukkernek, az igazgatónak, az meglát ezt a szakszöveget, szó nélkül aláírta. Úgyhogy... Na most várjál itt, lehet, hogy vannak fiatalabbak is, és hogy egy-két dolgot így hirtelennyébe. Tehát volt egy alapító okirat, egy TS alapító okirat. Kellett, mert különben hát senki nem, ilyet nem lehet csinálni. Termelőszövetkezett, és akkor abból a TS nevét kihúztad, igen, gyakorlatilag, és begépelted, igen, helyette, hát, ahogy... hogy Magnós klub is megalapítottátok, igen, a Magnós klubot. Hát akkor gyakorlatilag akkor nem is voltak egyesületek, vagy társadalmi nem szervezetek. Volt, nem volt. Tehát volt, akkor ez az első közé tartozott? Igen, persze. Uh-huh. Hát csak tánciskola volt ott, bélyeggyűjtő szakkör, akkor ilyen fotószakkör volt FMH-ba, meg egy színház volt még ott benn. Tehát akkor meg itt a helyszínünk már a Fővárosi Művelődési Ház, az FMH, már, és ott mert csináltad a, igen, meg ezt a Magnós hát ugye, amíg egyedül voltam, és ez a sok zác hozta nekem a lemezeket, lehet, hogy ilyen 3 órakor. Aha. Na akkor az anyám egyszer csak azt mondta, na figyelj ide, ez nem egy átjáróház, felejtsd el, és akkor rájöttem, hogy itt ez jobb lesz, hogyha én elmegyek egy ilyen művelődési házba, mert akkor igen, ott meg tudom csinálni. És akkor, na most és akkor itt igen, bekopogtattál, igen, FMH-ba, jó napot kívánok, Keresztes Tibor vagyok, és szeretnék csinálni egy Magnós klubot. Igen. Drucker nézett rá, Drucker Péternek hívták, ugye? Nézett rád furcsán, és mit mondott, hogy mi kell hozzá? Írjam le. Ja, írjad le. Aha. És akkor jött a TS. Ez az. Helyett a írjam Magnós le, mert egyszer azt mondta, írjam le. Uh-huh. Ő nem hallgat meg, nem érdekli őt ez a dolog. Meglátta, tökéletes. Aláírta, és már kaptam egy helységet, ott felszedtük, és olyan jó srácok jöttek ott össze, akik mind utána mind ilyen nagy zenész menedzserek lettek, a Wilper Timi, hát mindenki. Szóval rengeteg ilyen volt, az mind ott volt alattam először, mint bejöttek oda hozzám, Bétót Laci, hát akkor kirúgták azt hiszem a gimiből, és akkor az apja bevitte a Gelkába, és ez pont jó jött nekünk, mert így legalább a zsinórokat tudtam. Meg a Gelkába azért valamit tudtak, hogyha valamit meg akkor, kellett szerelni. Érted, akkor ővé volt az egész Magnós rész, érted? Úgyhogy ő csinálta meg mindig azt, amikor meg már annyira jól ment ez a klub, hát már Szlovákiában volt kihelyezett kis stúdiónk, és azért volt marha jó, mert mondtuk ott nekik, hogy nem kell nekik fizetniük, hanem mert ott lehetett egyedül kapni BASF és akvaszallagot, uh-huh, amire már professzionális minőségbe lehetett fölvenni. Uh-huh. Itt különben ez az ozafonok, meg ezek a orvók, ezek szörnyűek voltak. Nem, uh-huh, nem szólt rosszul, de jó se. Ezek viszont olyanok, hogy a mai napig előszedem a 30 meg 40 évvel ezelőtti szalagot, és nyugodtan tudom hallgatni, mert még mindig működik. Abban a világban, amikor egy kattintással vágunk, itt a tévébe is, uh-huh, rádióban, mindenhol, akkor hogy ment ezeknek a orsós szallagoknak, a zenei anyagoknak a vágása? Hát ott nem volt vágás, hanem fölvettük. Uh-huh. Tehát mindenki fölvette magának. Tehát előre megnézted, hogy milyen sorrendben, milyen számokat szeretnél játszani? Igen, mindig, amikor megérkeztek a lemezek, amiket aztán ebből a tagdíjból, mondom, már akkor tudtunk venni, és akkor már volt is olyan útunk, meg
meg ott már megszerettek minket a Oxford Street-en, azt mondták, hogy milyen van arany, ezek előbb tudják, hogy melyik lesz a sláger, ezek a magyarok. Hát akkor oké, okay, akkor küldjük oda nekik aztán. Úgyhogy nekem volt már olyan, hogy előbb szólt nálam, mint a Luxemburgon. Igen, volt olyan. Ja. Úgyhogy az nagyon jó volt az a klub, és azért, hogy azokat a srácokat itt jól összetartjuk, hát ugye mindenki elment, elvitt a szallagot, házi buli, vagy ellopták, vagy leöntötték, vagy valami lett vele, és ott, ott áll szerencsétlen. Na most akkor kitaláltuk, hogy a legjobb lemezekből, amit megszavaztak, abból csináltunk egy archívumot. Aha. Tehát volt egy istentelen klassz archívumunk, amit ők szavaztak meg. Na és ezt az archívumot mindig elővettük csütörtökönként, akkor ők beírtak, hogy miket szeretnének, a Bétót felülbírálta, és akkor ő vezényelte le, azt mondja, na, bekapcsolni a magnót, ez nagyon durró, húzd ki, de most nem, menj haza. Most nem fogunk forrasztani. És az, akkor fölvette magának. Tehát ez mindenkinek ingyen volt, még plusz ez is. Most az is marha jó járt, aki később jött, mert még ezekből az archívumokból ingyen fölvehette azt, amit még akkor még meg se kaphatott volna, ugye, mert akkor még nem volt klubtag, úgyhogy nagyon ment ez a klub. És akkor ezzel elindult az a fajta diszkós vagy diszjoké korszak, leves, lemezlovas korszak, ami aztán a mai napig tart, igen, és persze hát rengeteget fejlődött. Ez ott az egyetemen indult be először, mert ugye akkor ott a Bergendi Együttes játszott, ezeket a gólyabálokat, mert nagyon jó kis banda, nincs is azon semmi gond, de volt akkor már a Neoton is, csak az ott a Majkowski utcában, így ilyen üzébe ottan próbálkoztak, igen, lent, igen, egy ilyen hátsó udvarba, és nyúltak, és gondoltam, hát szégyen ide, szégyen oda, megfúrom a Bergendit, és behoztam őket a Neoton. És akkor ott lett egy ilyen klub, ami még aztán rátett, mert ott akkor kiültem ezekkel a magnókkal, és akkor ott áradoztam ezekről. Hogy találtad ki hozzá az összekötő szöveget? Hát abban a újságban elolvastam, meg meghallgattam a zenét, meg ahhoz nekem volt véleményem. Az akkor már azért már jöttek a német újságok is, meg a hollandok is nagyon beindultak. Ki volt az, akit a legszívesebben mutattál be annak idején? Tehát ami olyan számodra is olyan csemegének. Hát a Beatles volt, az a nagyon ott voltam. Nagyon szerettem a Cliff Richardot, az nekem a dalom, vagy az a mai napig is nekem egy kedvencem. De azért volt jó, mert ugyan volt ilyen, hogy mindenki valakit nagyon szeretett, és akkor lettek ilyen klubok. Tehát volt Fats Domino klub, akkor volt a Rolling Stones klub, volt Beatles klub, volt Cliff Richard klub, talán több nem volt. Na, de ezek voltak. És annak volt ilyen kis izéje, és azoknak is volt még ilyen külön kis ülésük, és akkor ottan, mit tudom én, jópofáskodtak. Persze. Azt mondja, a Hey Jude-ot most konferált föl nekem úgy. Tokokat ki kellett rakni a falra, hát az úgy volt, hogy csak a lemez az egy ilyen borítóban volt, de a rendes tok az mindenkinek a szobájában volt ott, hogy a kedvence. Egyébként most, igen, hogy visszajönnek a lemezek a divatba, hát ugye 7-8 ezer forintba kerül egy lemez, nagyon drágák a lemezjátszók is, szó se róla, tehát a régiek fölértékelődnek, mert nem tudom, meg kellene hallgatni, hogy mennyivel másabb a hangzása most. Nagyon jók azok. Ó, szuper. El tudom képzelni, de hát ugye, igen, azért más egy pendrive-ot kézbe fogni, és más egy lemezborítót, ez vagy igaz, egy lemez. Ezt akartam mondani, ugye? Hogy persze, ott van ki. Annak van egy varázsa. Voltak ilyen érdekes dalok, ami nem volt meg senkinek se, csak a klubnak volt, és abban is volt. Hát amit meséltem, ez a Bobby Vinton, aki a Mr. Lonely-t énekelte, akkor a Del Shannonnak is voltak rengeteg. Olyan számai voltak, aki már 61-ben, akkor volt először egy Moog hang volt benne, ugye akkor még csak a gitár szólt, meg a szaxofon, és ebben a Moogban volt a Runaway. És ez egy olyan szám volt, hogy 1961-ben egész évben benne volt a slágerlistán. 52 hétig ott fönn volt, de ebből két hónapig első is volt. Hát olyan ritkaság volt, mert közben ez a srác, ez a Del Shannon, ez amerikai. És valamiért nem vették meg a nagy lemezt.
Csak kis lemezbe volt meg nekünk, valahogy nem tudom, volt a Johnny Burnett, meg a többiek, és a sajátjukat azt nyomták, és a Decca akkor átvett a Rolling Stones, meg a Parlophone megcsinálta a Beatles, azt mondták, nem kell nekünk. És engem meg megütött a guta, hogy ilyen marha jó zene nem jön be. Na és azt kellett akkor ugye azt megszerezni. Az egy nagy buli volt. De mi hát, mindent megcsináltunk. Az olyan jó volt az a klub, mert mondom, az egész csapat összetartott. Na azért elmondom, hogy lett vége. Várjál. Nem, majd mindjárt csak még itt egy láncszem kimaradt. Mikor kezdtetek el megélni belőle? Mert tulajdonképpen jártad közben a közgazdaságért. 63-ban megcsináltam. Igen. 64-ben már meg volt a klub. 65-ben már enyém volt a... Ötvös klub? Mindjárt mondom, nem, az ötvös klub is, az ötvös klub is az enyém volt, és a ifjúsági park is. Mert azt megcsináltam, igen, hát rájöttem, ugyan konyha nyelven beszélek, angolul, de az a copyright az egy kicsit cseszegette a filmet, hogy hát a jogdíjjal azért ittem, mégiscsak tagsági díjat szedünk, és ezért néhány ilyen álmatlan éjszaka után rájöttem, hogy mit kell csinálni. Hogy meghirdettem, hogy az összes magyar amatőr együttes, akinek már van valami neve, tehát hogy létezik, annak vagy egy technikussal, vagy valaki eljön, és odaadom az összes számot, amit akar ebből megtanulni. Egyet kérek, hogy én nálam a FMH-ban a Beat színpadon felállítunk egy koncertet, és azt fölvesszük. Majd amikor az véletlenül nem sült el rosszul, mert előfordult olyan, hogy így ültünk, és mondom, mi volt itten az, hogy így áll egyet. Miért? Olyan tehetséges a zenekar, hogy mindjárt norvég fővárosba hívtak. Micsoda? Nem hallottad? Oszlóban van a banda, kirúgtam őket. Na most erre mit mondják? Úgyhogy fél évi munkád van benne, aztán hogy összevesztek. De a viszont ment, az már jöhetett az ifjúsági parkból már vitték őket a gólyabálókra, és lett minden. Illés, Omega, Metro. Mit beszéljünk? És mondom, a Omega-nál, hát ott kezdődött. Az Omega is azt mondta, hétfőn, 63-ban volt már mi ez, hétfőn csináljunk egy magnós klub, vagy nem, diszjockey klubot, ami olyan volt, mint egy titt előadás. Itt leültem, és akkor elmeséltem ezekről a zenekarokról minden, és akkor nem elment a szám. 10 nóta, és a srácok, meg a lányok, azok szavazhattak. Uh-huh. Mert ott volt fönn a Laux Józsi, meg a Benkő Lassi, meg néha még ott volt a Kóbor is, és az volt a jó, hogy ez volt hétfőn, és szombatra megtanulták a zenét. Uh-huh. Tehát azt ott már azok, akik itt nálam a klubban hallották, az már arra táncolhattak, tehát így volt. Igen, de jó. Aha. Azért ez egy fantasztikus úttörő korszak lehetett. Az nagy buli volt, igen. Hogyan alakítottad ki a saját stílusodat? Vagy egyáltalán gondolkodtál-e azon? Hát ezt hallottam, ezt a Duke Jensen, úgy hívták ezt a palit, ilyen mély hangja volt, és majd amikor így megszólalt, hogy Radio Luxembourg Station of the Stars, és egyszerre mondta, és nem szuszogott, érted? Uh-huh. Én nem mondom azt, addig nem nyugszom, amíg ilyen hangom nem lesz, és akkor ez úgy megmaradt. Tetszett a közönségnek, én meg ott itt nyugodtan tudok itt macizni. Maci Laci morog itt, meg brummog. Hát mondjuk ilyen hanggal nem nehéz. Szok se rólad. Annyira nem kellett ezt a részét gyakorolni, én szerintem. A külsőd megformálása, az fejtörést okozott, vagy ahogy éppen jött? Ahogy éppen jött, mert nagyon hullott a hajam. Szeretném meg is mutatni. Szóval kétszer voltam kopasz életemben. Először, mikor megszülettem. Bizony, másodszor is kopasz lettem. Se ez a baj, az éjszapontos, nem a haj. Igen. Istenem.
Szörényi igen. Szabolcs milyen jól énekelte, és ugyanilyen mélyen, ugye? Igen. Hát igen, erre nőttünk föl. De akkor volt nekem még hajam, csak aztán hip-hop elkezdett, hogy na akkor, amikor már az Illéseinknél ott voltam, és hát ott meg aztán tudod, mekkora hajak voltak. Itt a Fonográf Klubot megcsináltuk ott a FMH-ba, meg kirúgták őket fönt a várból, és mondom, nem kell, hát jó lesz ez nekünk, és az a kis körterembe ott csináltunk egy baromi jó klubot. Összeszedtem egy olyan, akkor volt a Yellow Submarine, és akkor csináltam egy ilyen űrhajót. És akkor az lett a diszkópult, egy ilyen űrhajó, és a tetején így forgott minden, végre volt, és állati jó ment ez a kis klub. És ezek a srácok annyira bevettek, hogy ez volt ugye 66-ba, szóval képzeld el, hogy délután 3-kor már kinn áll a sor, és tudjuk, hogy felét tudjuk csak beengedni. Most gondold el. Ekkora sikere volt a klubnak, és az volt a klassz az egészben, hogy ezzel a zenekarral úgy összejöttünk, hogy azt mondták, hogy hát most karácsonyra csináljunk egy ilyen marha nagy koncertet, volt egyből 5 előadás belőle, és adjunk ki rá egy ilyen újságot, egy ilyen karácsonyi újságot, és ott én voltam az 5. Illés. De helyes. Na és de hát, hogy úgy nézek ki, mint ők, vettem egy parókát, és egy parókával vagyok, óriási. Óriási. A 3 nagy bandából, tehát Illés Metrónaga, az Illés volt a kedvenced? Tehát ővelük alakult ki jobb barátság. Érdekes, hogy ahhoz képest, hogy az előbb ugye Benkő Lacit említetted, és Lausz Jóskát, akik a Magnós klubban voltak. És az volt, amikor ezek a hülyék elmentek Angliába, és ottan összevesztek ott a nem tudom kikkel, és... Mármint az Omegások? Az Illés. Ja, az Illés? Hát amikor kimentek a Goodbye London, és akkor volt az a nagy baléjuk nekik, hogy ottan a BBC-ben valamit ott mondtak, és az Acél berágott rájuk, és akkor hát engem is kirúgtak, együttest is kirúgták, a Magnós, és meg minden megszűnt. Pak, ennyi. Tehát egy rossz mondat, kint az angol rádióban, az igen. Elég volt ahhoz, hogy igen. Itthon keresztbe törjön abban a pillanatban, olyanokat ráfogtak, hogy a Pécset, mit tudom én, dobálták, tehát elképesztő, hogy mikről írtak, és hát a szegény Brodyt azt ki is tiltották Budapestről, hát nem is léphetett föl, sehol se, hát azt mondom, hogy na, ez volt, és akkor jött a csoda, akkor már én írtam a ifjúsági magazin, mert akkor már megvolt az ifjúsági magazin, és de volt, hát én nem szóltam bele, csak egyszer csak amikor megláttam, hogy a Foxy Maxi Matróz lesz, az a slágerlista elején van, és ezt szavazók írják, na mondom, ez az nem Leményi Bélának volt a szám. Igen, a Leményben. Na de hát ez köztünk szólva, nincs vele semmi bajom, mert ilyen csasztuska, ennek mi az? Köze van ahhoz, hogy amit úgy popzenének hívnak, hogy legyen még csak beat, amikor tele van jobbnál jó számokkal, és ez nem csak magyar együttes. De ezek szerint ennyire manipulálva volt? Hát persze. Hát ott volt ott egy, ezért, aki a főszerkesztő volt, aztán az azt mondta, hogy akkor az. És akkor én bementem, és azt mondja nekem, azt mondja a főnök, mondja, na mi van most, mi az a rettenetes baj? Hát mondom, most hallgassuk meg ezt a számot, mondom. Áldoztam rá, 20 forintba került, mara nagy pénz. Mondom, ez a Qualitól lemez, meghallgatjuk, de én elhoztam a Sgt. Pepper's Lonely Hearts Clubben nagy lemezt, ami az érdekes, mert a Beatles-é, és az először fordul elő, hogy a Beatles erre írt egy egész történetet. És akkor most, ha akarjátok, akkor én ezt bemutatom. Összehívta az egész bandát, így, ahogy volt az összes szerkesztő, a központi bizottság leült, így ültek, Ivanics volt akkor a főszerkesztő helyettes. Na, halljuk, azt mondja, a Neményi nem kell, a Beatles-től, na, akkor elkezd tényi, bla, 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 mentek a számok,
és én mindig elmondtam minden szám között a következő szövegnek a izéjét. Akkor vége volt, oda ment a telefonhoz, fölvette az izét, a szerkeszték, nem az acélelvtársat, nem az, akit ő bízott meg ezzel, hogy ezt a slágerlistát csinálja. Te ismered azt a Borsőrmester nevezetű lemezt? Igen, ismered. És véletlenül az, miért nincs rajta egyetlen egy nóta se, pedig ott 10 jó számot hallottam. Igen? Jó. Persze, így van. Ki vagy rúgva? Pang! És én lettem a főszerkesztője. Csak 2 évig én csináltam. És akkor azt gondolom, hogy hát abban az időszakban ugye már nem lett annyira megszűrve, hogy mi legyen a sláger. És mondom, hogy és ott azért valljuk be, hogy az Illéséknek akkor csináltuk a Lajosékkal egy baromi jó lemezt. Ott lent volt. A nehéz az út volt. A nehéz az út. Aminek még ráadásul én voltam a hangja is. Összes számot kívülről tudom róla. Na most azon minden szám jó. Igen. Bármikor, amikor megcsináltuk ezeket a retro diszkó izéket, amit lett felőle film, hát az összes ilyen öreg nóta, megmondod, hát úgy szólt, hogy mindenki 10-20 évet fiatalodott tőle. És a mai napig is. Hála Istennek ezeknek a rádióknak, amelyek játsszák a régi számokat. Ez egy master munka volt, vagy masterpiece, így mondják az angolok, igen, konyhanyelve. Az, amit ők össze tudtak hozni, az tényleg egy mestermunka. És ezért voltam velük a legjobban. Érdekes, hogy amikor kivált a Presser, és megalakította a másik zenekart, és ők úgy érezték, hogy nagy bajban vannak, írtak egy lemezt, az a Ütlen barátokat, és az is baromi jó lett. Igen. Na és akkor azt mondtam, hogy akkor most dolgozunk együtt. És elmentem velük a világ végére is, Szlovákiától kezdve. Hát az Omegáborról van szó, igen. És igen. Akkor egy 5 évet úgy végig dolgoztunk, hát mindig az volt, bár ilyenkor, nyuszikor már megvolt, hogy majd augusztus 20-án, mert akkor volt mindenek a nagy koncertjük a kis stadionban. De azt, én mondtam nekik, azt nem így kell csinálni, hogy itt ültök benne egy cigarettával, azt a szarakodtok, menjünk el mindig valahova. Tehát inkább féláron, és elmegyünk ilyen abátszalókra, vagy nem tudom én hova, lemegyünk, és ott lepróbáljuk. Anyázzuk egymást, nem sikerült, de még ezért egy kukkot nem szólnak, mert akkor is elájulnak az Omegától. Igen, látjuk, hogy na, de ez alatt meg úgy megtanuljuk, hogy mire odaérünk az augusztus 20-ára, olyan mestermunka van a fényekkel együtt, hogy az Ori ez mindig így csinált, azt mondta, hogy hát ez, szóval csak mi nem lehet azt megcsinálni, hogy 10 órakor vége legyen, mert itt mindig rendőrségi ügyek vannak utána. Hát azért, mert ez ilyen világítós, értsd már meg, és ha fönn van a nap, akkor nem lehet megcsinálni. De hát fönn voltál te már 7 óra óta, 9-ig. Na és? Egy fütyöt hallottál? Hányszor tapsoltak nekem? Na igen, de hát már utasítottam ezért, hogy azonnal zavarjanak onnan le, és kezdjék, de mondom. Nem érted, hogy nem kezdheti addig, amíg le nem megy a nap. Mert akkor bejönnek ezek a fények, és akkor Omega az Omega. Akinek nem tetszik. Jön az Illésnek az a szám, hogy lemegy a nap, képzelj a székre egy másikat. Na jó, hogyha már eljutottunk a koncertekig és a fényekig, akkor azért az egyik legmeghatározóbb koncert az életedben az a kis stadion belül, vagy négy stadion belül, nagyon nagy koncert, ahol 78 000 ember volt. Igen, az meg, de hát ez már jóval később most volt. Most ugrottunk egy, mit tudom én, 30-40 évet. Mert ott meg az volt, hogy elkezdtem morogni, hogy jó, hogy a Vasas, meg a Fradi, meg a mindenkit jó elvernek a Népstadionba, de hát attól még lehetne használni ezt, és egyszer csak mondtál, és azt mondtál, hogy milyen igaz. És a Freddie Mercury-t meg a Queen-t odahozták, és ott vették föl ezt a koncert filmet. Igen. Na erre. A Rosta azt mondja, de nagy hülyék vagyunk mi. Hát itt van nekünk az együttesek. Hát te mindenkit ismersz, mindenkivel dolgoztál, Metróval is dolgoztál 5 évet, ezzel is dolgoztál. Menjél el hozzájuk, mondd meg, hogy van egy ötlet,
hogy csináljunk még utoljára egy olyat, mielőtt lebontják ezt a Népstadiont, hogy Illésen meg a metró, és te vezeted. Jó. Na és akkor ebből lett az, hogy két nap alatt minden jegy elkelt. Igen, ám csak ezek mindent kölnöntek, de mondom, hát az, hogy 70 ezer jegyet kiadnak, és hol lesz ott egy út, vagy mit tudom én. Hát nem, nincs is annyi ülőhely. Szóval nem baj, a lépcsőn lógnak. De mondom, hát gyerekek, hát azért ez egy három zenekar, még ha csak azt mondom, hogy mindenkinek csak egy órát engedek, akkor is három óráig tart. Na jó, hát próbáljunk szerencsét. Hát persze. És akkor ott is volt egy ilyen rendező, aki hát mindig, majd a szöveg. Hát jó, hát nem. De hát azért, na és akkor azt találta ki, hogy oda itt egy ekkora Junosz televíziót, és akkor írta meg a hasára ütve egy szöveget az Illésről, és azt nekem, képzeld el, még szerencse, hogy tényleg olyan szemem van. Az volt a sugógéped? Aha, sugógép. Érted? És azt olvastam ott azt a szöveget, de utána már nem írtam semmit se, sőt, még utána fogta és el is vitte a Junosztot, mert az kellett neki, nem tudom mire. Na, akkor berágtam, mert rájöttem, hogy nagy bajba leszek, mert ha nem tudom azt megcsinálni, hogy egy olyan műsort rakok össze, hogy egyfolytában akkora baromságokat fogok csinálni, hogy ott maradnak, mert nem hisznek a szemüknek. Aha. Mert ha az egyik zenekar, amikor leköltözik a másik föl, a minimum a fél óra, az alatt ott nem tud hova menni, mert akkora tömegben van, fönn a kocsmában, mire oda fölmegy, itt biztos verekedés lesz, és arról az egész így meg fog mozdulni. Mondtam, a következő lesz, nincs szünet. Azt mondja, hát én vagyok itt a rendező, kap be. Nincs ilyen. Itt én vagyok a rendező, mert az én életem függettől, mert engem ütnek majd itt agyon. Én úgy végig fogom csinálni, meg fogod látni, hogy észre se veszik, hogy vége van a dolognak. És így is történt. Úgy végigcsináltam az egészet, hogy ennyi szünet nem volt. Hát minden számot ismerek, tudom, hogy mikor kell leugranom oda, és akkor már oda néztek, mert amik ezek ott már hurcolkodtak, akkor már velem foglalkoztak, hogy ott elesek, meg hülyéskedek, meg ordibálok, meg csinálom a cirkuszt, meg mindent, meg nagy viccet mondtam, meg mindig valamit kitaláltam, valami állatságot, hogy mindenki úgy ott maradt. És a zenekar is kapkodta magát a másik, azt mondja, hű, hát ez hülyét csinál belőlünk, és már rám is keverték a zenét. És metró! De metrót nem voltam könnyű eladni, mert azért ugye ők nem voltak akkorák, Illés után, és utána majd jön az Omega. De mondom, hogy gyönyörűen megcsináltam, és onnan tudtam, hogy megnyertük az ütközetet. Mert aztán az Omegánál már nem volt gond, érted? Azt mondtam, Honti Hanna betegsége miatt az előadás további része elmaradt. Letettem a mikrofont, ezek ott fönn rögtek, mert mondom, hát ilyen teljesen ilyen hülyére volt véve a dolog. Mindenki szépen letette a poharát, kimentek, és egy izé nem volt. Még össze se kellett semmi se szedni. Egy biztos, hogy mert nagyon meg akartak venni a vendéglátósok, mert senki nem ifotott. Azok meg odahoztak egy csomót, és ember nem tette fel oda a lábát, mert ezt a jó helyet nem adja oda, tudod, amit ott kiszedett magának, hogy onnan el nem tudott mozdulni. Nem is tudom, hogy pisiltek. De minden esetre ez életed egyik nagy. És akkor mondtam, ez volt az utolsó koncertem, mert ezt senki nem tudja utánam csinálni, mármint, hogy én se tudnám. Aha. De hogy ez úgy megmaradt, hogy egy rosszul nem jött, jó a tévé letiltott, az másik ügy, de az engem kurvára nem érdekelt. Nekem az tetszett, hogy az a közönség, azóta is, az igen, az koncert volt. És akkor jó, na ennyi. És akkor azt mondtam, most kell abba hagyni, mert ilyet nem tudok majd több még egyszer csinálni. És azt mondtam, megnéztem a kasszát, hát mondom, már most már még két év azt nyugdíjas leszek, ingyen lesz a villamos. Hála Istennek sok év óta ingyen van a villamos, és most már egész jól bírod. Olyan vonatozó vagyok, jobban tudom. Az jutott az eszembe, hogy most beszélgettünk azokról a dolgokról, ami a koncertekhez, illetve a Magnós Klubhoz és az egyáltalán a lemezlovas vagy a DJ világnak a kialakulásához vezetett, de azért a rengeteg reklámba és tévéműsorba is szerepeltél. Egy picit a televíziózást vegyük most előtérbe, meg majd még a rádiót, mert közben nézem az időt, hogy lassan elfut.
Tehát a tévében is olyan műsorok fűződnek a nevedhez, amivel megint csak egy korszakot beindítottál. Igen, az és aztán utána ezeket változtatok. Azért lesz jó most, mert megtaláltak egy olyan filmet, amit nem adtak le, de ott volt az archívumban, és most ezt a közönség meglátja. Mármint a születésnapodon, igen. Igen, a 1 millió fontos hangjegyből, mindjárt mondom, a Presser Pici és bandája, a Ló GT, személyesen azt fog muzsikálni alattam, és ennek mondok mindenféle jópofa szövegeket. Na, de hogy nézek ki rajta? Azért érdemes. Hát, gyerekek, hát ilyen nincs. Hát a cigány vajda semmi ahhoz képest. Ekkora gyönyörű fekete bajszom, ilyen is. Úgy néztem ki, mondom, ez mindent megér, hogy ezt meglátják a többiek, azt mondják, hát ez nem igaz. Ez a palil, ez. Na tessék, az, hogy a cigány vajda. Igen, Egy millió fontos hangjegy. Milyen keretek között tudtál tevékenykedni? Kinek volt beleszólása a műsorba, kinek nem? Hogyan működött ez? Az úgy volt, hogy a közönség szeretett meg engem, ők intézték el. Kettő, hogy ezzel a klubbal, én nagyon jóba lettem ez a Műszaki Egyetem épületével, mert hogy azt is én találtam ki. És hát volt az Ötvös Klub, igen, az FMH-ban a Maklós, igen, Klub, a Műszaki Egyetemnek az E-klubja, igen, és az FMH. Annyira igen, ment az E-klub, hogy még a Pizé is oda jött a Omega is beköltözött, tehát szombaton is volt, akkor volt a Bergendi a Rózsival, és vasárnap pedig volt a na most erre meg közben ránk nyitották a Kertészeti Egyetemet. Uh-huh. És ott a Turbók oda jött, és azt mondja, hogy gyere át hozzánk. Tehát mondom, figyelj már ide, hát szombaton is vagyok, meg vasárnap is vagyok. Azt mondja, na nem baj, a Hegyhátival megbeszélem. És akkor tudod, mint mérnök emberek, meg uh-huh, a másik, a kertész. Kisapsolták, hogy úgy van, hogy általában egy vagy másfél órát játszik a zenekar, az alatt, mivel hogy a Kertészeti Egyetem és az épület között egy villamos megálló van, át tud rohanni ezzel a kis magnójával, és meg tudja csinálni azt az egy órát. Képzeld el, ez lett 3 évig. Tehát egy nap két helyszínen, igen, két koncert között. Igen. Szép. Bizony. Fizikailag jól bírtad? Nagyon. Teli volt a imádtam energiát, a közönségemet. Apád mit szólt hozzá, vagy a szüleid mit szóltak hozzá? Hogy... Hát elájultak. Hát úgy eltartottam őket, hogy öröm nézni. Ja, az jó. Figyelj ide, azt olvastam az egyik cikkbe, hogy 41.000 forintos nyugdíjból él. Igaz. Keresztes Tibor Cintula. Hogy a csodába létezik? Nem fizettetek akkor, vagy nem fizettek utánad társadalombiztosítást azok a helyszínek? Nem jelentettek nem be? Azért, mert és valaki figyelmeztetett, hogy erre oda kéne nem figyelni? Itt volt a baj. Mert közben vontak ám tőlünk mindent. Meg amikor az Oriba ugye átvettek minket. Hát ott elviekben kellett volna, hogy ezek hát ez az, hogy nem szóltak ezért egy kukkot se. Uh-huh. Hát a gyerektartástól kezdve mindent vontak tőlem. Hát most nem mindegy, hogy még akkor ezt is levonják. Uh-huh. Ráadásul ott még jó pénzt is kaptunk, mert az OSK volt az, aki csak szegényen tudott fizetni, meg egy pár ilyen vidéki művelődési ház, hát az ember barátságból ugye elment minden, de a többi azért az rendesen fizetett, mert voltak ilyen nagy ünnepek, ezek voltak a forradalmi ifjúsági napok, akkor volt len a Balatonon ez a Balaton, Halloween Balaton, meg nem tudom, csak nagyon jó pénz volt. Na most azt kellett eltenni. Uh-huh. És azért van az, hogy én azért nem megyek be a 12. kerületbe megkérni, hogy már egy ingyen ebédet küldjenek uh-huh nekem, hanem megoldom, de csak azért, mert hogy akkor nem szórtam el a pénzt. Uh-huh. Ez tényleg azért érdekes, mert ennek a te korosztályodnak... Mondták is, nem, hogy szó.
vagyok. De hát nem, kell, igen, sajnos, nem lehet szórni. Itt van egy furcsa dolog, én is dolgoztam ugye énekesként éveken keresztül, és aztán egyszer volt egy nagyon helyes énekes kollega, aki a TB-be dolgozott, uh-huh. és azt mondja nekem, hogy te figyelj ide, te fizeted a társadalom biztosítást? Uh-huh. De mondom, mit tudom én, hát vonnak tőlem mindenféliket ezt. Azt mondja, utána nézhetek? És kiderült, hogy 2 éve nem volt semmi bejelentés, sem az Orinek, sem egyéb részére. Volna. És akkor én visszamenőleg azt a 2 évet, és onnantól figyeltem azt, hogy meglegyen, hogy az ember, de senki nem gondol rá 30 hát évesen, hogy a nyugdíjra gondoljon. Ott van egy főkönyvelő, aki igen. kifizet, ott igen. van az igazgató, a gazdasági igazgató. Annyi ember tartottam el az Oriba, hogy örömnézni, az OSK-ról nem is beszélve ott aztán, uh-huh. meg aztán végképpen. Ott már csak úgy tudtam, hogy még egy könyvelőt is föl kellett vennem, mert annyira homályos volt, azt sem mondta az a hülye, bocsánat. Igen, ha senki nem gondolt akkor, mert ugye szocializmus igen. volt, meg egészen más volt a rendszer, és hogy akkor hát figyeljetek majd oda. Tehát annyi pénzt fizettem, komolyan aha. mondom, olyan jogászim volt, hogy azt gondoltad, hogy ez a rendszer. 250 ezer volt, csak kiálltam és azt mondtam, hogy na, bakfics. És aha. 250 ezer. Szóval azért mondtam, hogy én jó kerestem, tehát, és azt el is raktam. És azt be is tudtad fektetni. Azt be is tudtam fektetni. Honnan volt ez a vénát, hogy tudtad, hogy mibe kell fektetni? Szerencsém volt. Például rengeteg haver, tudom én, valamit vett, és azt mondta, hogy vegyél mellettem egyet, mert én azt a másik hülyével nem szeretnék, téged szeretlek, ennyiért meg fogod kapni. És mindent megcsináltak helyette. Aha. Minden lakást, én soha nem vettem semmit sem, mindig valami haver elintézte, autót is így, minden. Szóval én erre az észre nem értem, én csak a lemezhez értettem. Nálam mindig megvolt minden muzsika, meg az volt, hogy azt ott tudták mondani, hogy tudom én, vállalatigazgató lett, azt mondta, na akkor ezen a bálon te vagy. És ott voltam, és tudtam, hogy az olyan lesz, hogy az, hát a postabank összes buliát én csináltam akkor. Igen. Azért nagyon nagy idők voltak, aha. és nagyon jókat lehetett csinálni. Mi a véleményed a mostani diszkós szakmáról? És mennyire érzed jól magad benne, hiszen azért most is csinálsz bulikat? Hát jók, nagyon jók. Különösen az, hogy most ennyi jó kis rádió lett. Hát itt van a Jazzy, itt van a Retro, itt van a Rádió 1, itt van a Petőfi, itt vagytok ti, meg mindenki, szóval, és azt kell mondani, hogy jó. Jó, én hallgatom ám őket, szóval én, uh-huh. én nem vagyok egy ilyen, hogy csak a régi számokat, ebből uh-huh. is bármikor, amikor látom, hogy valaki ott nagy gizda, akkor előveszem a vizéket, mert azért itten titokba felvetetem, uh-huh. vagy a Arató veszi föl, vagy a másik srác, mert ezek ugye rendszeresen dolgoznak, uh-huh. és hát nekik meg kell, hogy legyen. És akkor én, ami tudod, úgy megcsillantotta az izémet a fülembe, bezúgott, meg itt megéreztem valami jót, akkor azt már gyorsan fel is írtam, és akkor azt akkor úgy összerakják nekem, úgyhogy és akkor azzal itt virítok, hogy értek én ám mindenhez. Mindenhez is. Lehet, hogy ez lesz a végszó, és remélem, hogy még éveken keresztül fogsz érteni mindenhez is, és sok-sok buli lesz még az életedbe, akár olyan nagy is, mint amilyen annak idején volt. Sose lehet tudni. Jövőre itt mindenféle bajnokságok lesznek, atlétikai, ez az amaz, Európa-bajnokság, világbajnokság. Lehet, hogy összejön még valami olyan jó kis rendezvény. Mert nekem elég az, hogyha látom, hogy ilyen jó bulik vannak még, és ahogy amit mondott annak idején az acél, hogy ez 2 évig nem fog menni. Komjáti elvtárs, legyen szíves, a következők, Genghis Khan nem mehet a Rasputin se, érted? Ezek mind oroszok. Akkor ez lesz a végszó mára. Isten éltessen. Mondhatod a pergőt, kedves egészségedre. Kedves egészségükre. Jó étvágyjal.